Üdvözlöm, kedves barátaim! Ma beszélünk Bhagavad Gita-nak az alaptanításáról, ami arról szól, hogy ki vagy te. Ahhoz, hogy boldog legyek és sikeres legyek, ahhoz tudnom kell, hogy én ki vagyok, akkor világos lesz számomra, mit tegyek, mire van szükségem arra, hogy szeressek, szeretve legyek és boldog legyek. Bhagavad Gita-ban Arjuna, aki képviseli egyszerű embert, eltéved. Ő is ugyanúgy sok problémával küzdött, amit átlag emberek is, nagyon sokféle megoldást átgondolta, de végül rájött, hogy valahogy nem stimmel itt a dolog ebbe a világba. És ezért Krishna elkezdte tanítani azzal, hogy azt mondja, az alapvető az, hogy te azt gondolod, hogy te test vagy, és ebből a szemszögből látod az életedet, és keresel megoldásokat, de valójában nem vagy ez a test. Második fejezetben nagy téma az a lélek és a test közötti különbség is. Mondja Krishna, sose volt olyan idő, hogy nem léteztél te, nem léteztem én, ezek a királyok, sose lesz jövőben olyan, hogy valaki meg fog szűnni létezni. Arra utal, hogy te valójában lélek vagy, és utána mondja, de van testet, igen, de ez a test az ideiglenes. De hínas minyata de kaumarám jóvaram jara tathadhantara praptir dhirasthatra namuhyati. Mondja, hogy ez a test, ez változik, megszületik, és utána csecsemőkortól változik, serdülőkorról, felnőttből lesz öreg, és utána meghal. De te, aki lélek és tudata rendelkezel, te nem változol. Sokan hallották már a lélekről, de mikor beszélnek erről, akkor nem mindenki tisztán van azzal, hogy mi a lélek. Bhagavad Gita-ban Krishna is mondja, hogy nagyon sokat, akik hallották róla, akkor se értenek. Mert általában ember azt mondja, hogy igen, igen, tudom, nekem van egy lelkem. Amikor meghalok, akkor kiszáll a lelkem. De Krishna mondja, nem így van. Neked nem volt lelked, nincs lelked, sose lesz lelked. Mert te vagy a lélek. És amikor gondolja ember, hogy én majd meghalok, lelkem kiszáll, ez pont a test szemszögből nézi. De valójában nem így van. Kicsit később a második fejezetben Krishna pont erről beszél. Mondja, hogy amikor ember leveszi ruhát, akkor nem gondolja, hogy én most megszűntem, hanem nem azonosítja magát a ruhával. És akkor ez a vers pont erről beszél. Ugyanúgy, ahogyan az ember leveszi régi, elszakadt ruhát és új ruhát veszi fel, ugyanúgy a testtel. Tehát hásari ráni, vihájegyérnáni, anyáni szemjáti, naváni, dehi. Ugyanúgy a testet is leveszi a lélek, amelyik már megöregedett, és már használhatatlan, sok betegsége van, szétesett, kiesett a foga. Lélek leveszi ezt a testet, hogy naváni, új testet kapjan. Ez egy fontos szemszög, és ez a valóság. Amikor ember így tanul látni a világot, az életét, akkor van esély boldogságra. Mert test szempontból bármennyit csináljunk, minden ideiglenes lesz. Adyantavante kaunteya. Ugye Krishna mondja, hogy testhez képest boldogság, vagy boldogság, ami a test alapra van építve, annak van eleje és a vége. És ez ideiglenes. De a lélek öröki. És az egész Bhagavad Gita-nak a további tanítása erre építi Krishna, a lelki szempontból kezd látni mindent. Akkor fogsz látni perspektívákat. A hetedik fejezetben egy vonalat hozza Krishna a lelki és az anyagi természetek között. Azt mondja, hogy van kettő energiám. Van egyik energia, bumira, ponna, lavajur, kámana, budir, evacsa, ami 8 elemből áll, ez apara praktiti, alacsonyabb rendű energia. És a test pont ezekből az elemekből áll, van durva fizikai test, van finom fizikai test, és ez alacsonyabb rendű, ez nem mi vagyunk. Ez nem te vagy, ez nem én vagyok.
És utána mondja, de van magasabb rendű, paraprakriti, lelki vagy belső energiám, tanítja Krishna, jiva bhuta mahabaha, ami a lelki, lelkekből áll. Ez az alaptanítás, és Krishna mondja, ez nem olyan egyszerű, csak egyszer hallottál, akkor még nem jelent, hogy már tudjunk, mert ez csak információ, de hogyha mi gyakorolunk, mert Bhagavad Gita-nak az egész tanítása gyakorlatokból áll. Milyen gyakorlatokat kell végeznünk, hogy megvalósítsuk, hogy mi lélek vagyunk. Aki megvalósítja, annak az ember számára azonnal vége lesz minden szenvedésnek, fájdalomnak, a traumáknak, ember boldog lesz, vidám lesz, és szeretet fog ragyogni a szívébe. Ez egy fontos tanítás, Bhagavad Gita-ban is ezzel kezdi. Nem vagyunk ez a test, lelkek vagyunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, sok boldogságot kívánok, lelki fejlődést, Hare Krishna!